Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt az Esti Start. Mécs Imre Nyelgesújfelun találta meg a Kossuth tér átépítése során titokzatos körülmények között eltűnt 56-os lángot, egy kőfaragó telepen bukkant rá. Az egykori forradalmár egyébként egy mozgalommal közösen november 4-ig minden nap a Kossuth téren mécses gyújt, így adva hangot a követelésüknek, mégpedig, hogy a forradalom lángját vigyék vissza a méltó helyére. Mécs Imre épp most is ott van, így a beszélgetést vele délután vettük fel. A stúdióban Mécs Imre, jó estét kívánok! Kedves csókolat! Boldog? Hát egy kis boldogság, beköszöntött hozzánk egy kis boldogság a térre, ahol minden nap megjelenünk egyébként, és meggyújtjuk a lángot. Hát persze nem az igazit, az igazi az ott van távol, szétszedve. De hogyan kerültek Önök Nyergesújfalura, és mennyi időbe, energiába telt az, amíg megtalálták? Ez nagyon érdekes, hogy ugye itt a térre kijárunk most már hosszabb ideje. Minden esetre szimbolikusan meggyújtunk ott egy nagy gyertyát, egy posztamensen, egy lámpában, és hát táblákkal rakjuk körbe, és rengeteg kis mécses gyűjtünk meg, ami vonza az embereket, és ennek hatására többen elkezdték kutatni, hogy hol lehet. Tehát tulajdonképpen civilek voltak, akik Magyar Fruzsinával együtt kikutatták a Nyergesújfalu mellett, annak határába Táttalk közös területen van egy szobrász telep, egy szobrász műtelep, egy nagy csarnokkal, és ott volt és ott van most is a öröklány. Milyen állapotban van most? Mit lehet tudni? És egyébként mit gondol? Ebben az állapotában visszaállítható lenne, hogyha lehetne? Hát igen, ezért is volt fontos, hogy meglátogassuk. És azt kell tapasztalnom, hogy a telepnek a vezetője, aki tulajdonosa is, egy kitűnő szobrászember, aki nagy műgonddal végzi a munkáját a kollégáival együtt, és nagyon vigyáztak, amikor leszerelték az öröklángot, hogy az ne sérüljön jobban, mint ahogy feltétlenül szükséges. Tehát ez olyan állapotban van, hogy a legértékesebb részei azok kisebb kozmetikázások használhatók, egyébként minden további nélkül vissza lehet állítani. Azt gondolom, hogy egy nagyon reménytelenebb helyzetből is eredményt tudott elérni. Mit gondolt ennek kapcsán, vagy mit gondol ennek kapcsán? Most eredményes lehet? És azok, akik eltávolították, viszonyára nem véletlenül távolították el, engedik majd, hogy visszakerüljön ez? Hát én nem akarom találgatni, hogy ki miért távolított el, majd elmondják azok. Jelentkezik majd valaki, hogy én voltam az, aki eltávolítottam, vagy ha nem lesz ilyen, akkor lehet ezt úgy szimulálni, hogy így mondjam. Én úgy gondolom, hogy a 20. század legnagyobb magyar történelmi eseményének, amikor a magyarság szinte teljes egészében együtt állt, az 1956 volt, 56-os forradalom és szabadságharc, ennek egy szerény, de tiszta emlékműve volt ez az örökláng, amelyet Göncz Árpád gondolatából fejlesztettünk ki, és jó páran valósítottuk meg. Tehát ezt vissza kell oda helyezni, hogy tényleg örökláng legyen. Annyi minden eltűnt már ugye egyébként a Kossuth térről, sok minden az átalakítás után. Mit gondol, hogy egyébként kitávolíthatta, miért el, ténylegesen, mert szimbolikus jelentősége van ennek az emlékműnek. Ki és mi állhat-e mögött? Mert ugye rejtélyes körülmények vannak, nem? Rejtélyes. Én nekem megvan a maga véleménye. Mondja. Az egész egyszerűen a nagyvezér nem bírja elviselni, hogy a születés előtt pár évvel Orbán itt Viktor egy nagy gondol? Forradalom volt. Tessék. Kire gondol Orbán a nagyvezérre? Orbán Viktorra gondol? Hát ki, ő a miniszterelnök, aki meglehetősen nagy hatalmat konstruált össze, hogy finom legyek. Tehát meg vannak azért ott, jó pár olyan személy van a kormányzatban, aki hát akár korábbi múltja miatt is, vagy egyébként sem szimpatizál
sem 56-tal, sem az EU-val, sem másokkal. Vannak ilyenek, vannak retrográd egyének, akiknek korlátlan a hatalmuk. Ez a probléma. A demokrácia lényege, hogy ellensúlyok is legyenek, és egyensúlyban legyen a rendszer, és a polgárok akarata érvényesüljön. Jobb eltüntetni szimbólumokat, és nem beszélni bizonyos dolgokról? Igen, mert ráadásul olyan állapotba került a magyar társadalom, hogy ezt elviseli. Tehát eltüntették a térről az összes 56-os emléket. 56-ban óriási szerepe volt a térnek. Nem csak az, hogy ott alakult meg a Nagy Imre kormány, nem csak az, hogy 25-én a véres sütörtökön ott a 100-nál több embert legyilkoltak, ugye nem csak ott, hogy a harckocsik, a szovjet harckocsik odafutottak be, és Bibó István volt az egyetlen miniszter, aki ott keményen szemben állt velük. Mindez történelem. Ezt nem lehet a föld alá dugni, nem lehet katakombákba bedugni, mint az őskeresztényeket valamikor. Arról a javaslatról egyébként mit gondol, hogy esetlegesen vissza lehetne állítani, csak nem arra a helyre, ahol egyébként állt, hanem esetlegesen ott, ahol Göncz-Árpádot is eltemették, és több 56-ost is. Hát ez egy blőd ötlet, bocsánat, mert nem egy temetői fákja. Göncz-Árpád megérdemel a társaival együtt egy nagyon szép síremléket, emlékművet, bármit, ez egy másik téma. Az ország főterén, Magyarország főterén 56 jelképének, a fáklyának ott kell lennie. Ameddig élek, ezért fogok harcolni, ezt tudom mondani, és remélem, hogy mind többen leszünk, akik ezt követeljük, és meg kell hajolnia a hatalomnak. Nem teheti meg, hogy nem viszi vissza. Megvan. De ez ön szerint akkor nem ott van a helye, vagy nem ott lehet a helye, aki kitalálta, Göncz-Árpád mellett lehet majd, ha tényleg őt eltemetik, és nem gondolja, hogy ez ott jó hely lenne. De most már ne haragudj, az egyik volt a katakomba, ahova besuvasztotta a Orbán Viktor az 56-os emlékeket, ugye? Igen. A másik pedig akkor most ez az ötlet, hogy vigyük ki a temetőbe az Árpi után. Nem, ez mindnyájunké. Árpinak szép síremléket kell majd csinálni, nem esett. Ez egy másik téma. A forradalom lángjának ott van az ország középpontjában a parlament előtt a helye. Ott, ahol volt, jó helyen volt, és lehetőleg a fákat is vissza kellene ültetni, amiket kiirtottak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és azt elmondta nekünk. Ne haragudjon, hogy kicsit indulatos voltam. Ó, önnek mindent megbocsátok. Köszönöm. Köszönöm.